ezt látomásban látja, a látomás hangélményhez is kapcsolódik, ezt is magában a leírásból tudjuk. Tehát azt jelenti, hogy amikor Attilát elhívják, akkor megjelenik a turul, tehát az annak megfelelő nagy madár, csőrében a karddal, tehát ez az a kard, ami az Isten kardjaként érkezik, nála nem föld alól, hanem innen, az égből érkezik, és egy hangot hall Attila. És ez pedig így szól, te leszel a világ legnagyobb, nem ismerős eddig a szöveg, ez egy-egyben a saját elhívása. És itt figyelmeztet rá, hogy őt még te leszel a világ legnagyobb hadvezére. Így folytatja, tehát Attilának hadvezéri szinten kellett ezt a bizonyos legnagyobbat képviselni. Legnagyobb hadvezére, letöröd Rómát, elfoglalt Pannoniát nemzeted részére. Közben van még egy rövid betét, de ennyi a lényege. Tehát ez a lényege. Na most, miután ő ugyanígy kapja az elhívás élményt, az első három szó ugyan, te leszel a legnagyobb. És itt derül ki, de már itt nincs hadvezéri. Ez más szinten kell. Ez pedig te leszel a világ legnagyobb napút festője. Nagyobb Ráfaelné, tehát megvan a viszonyítás alatt is. És itt többrendbelileg fontos a kérdés, mert ebben nem hiszem, hogy most már érdemes belemenni, mert ez most már egy másik vonal lesz. A kérdésem csak így hangzik. Hol éri a látomásában Attilát ez az élmény? Baalbekben. Köszönöm szépen. Tehát ahogy Palmira ezért fontos, tehát Attila vonalán fontos számára, és Zenóbia csak a romlott római erkölcsök ellen való lázadás szintjén érdekes számára, nem részleteiben, és abban a mártír szerepben, hogy eltapossa őt Róma, tehát semmi további, tehát az, hogy ő egy római minta alapján akart mégiscsak egy mikroimperializmust itt létrehozni, mert Zenóbia tulajdonképpen ezt csinálta, nem ennek a révén fontos Csontváry számára, hanem mint egy bizonyos ellenállás a római hódításra szemben, ami akkor tragikusan elhúzott. És ezt kell Attilának később, mert ugye Attila későbbi jelenség volt, helyrehoznia, és itt megint azt mondhatjuk, de hát Attila nem járt erre. Most vigyázzat, mert jelenleg nem tudjuk, hogy Attila merre felé járt. Tehát mi, amikor Attila történetéről olvasunk, hallunk, mi egyfolytában csak a nyugat felé irányuló, tehát operációiról hallunk, és arról nem hallunk, hogy ő kelet fel, pontosabban dél felé is, tehát a pártus örökség irányában is, nagyon is elindult. Tehát itt szó sincs róla, hogy ő neki csak nyugat felé lettek volna aspirációi. Hát ne felejtsük, ez a birodalom, ez nem az Uralnál fejeződött be, de különösen nem a Kárpátoknál. Tehát Attila azért volt, tudott visszahúzódni utána ideiglenesen, majd utána újra elindulni Árpádba. Tehát persze hatalmas hátországa volt. Tehát ez azért nagyon fontos, mert Attilának a jelenlétét Csontváry Mezopotámiáig követi, illetve az ahhoz csatlakozó szíriai részeként. Tehát ez azt jelenti, hogy a jelenlétét, az ott létét tételezi. Na most ez a korai időszakra, ekkor még, ha történeti millióba akarjuk helyezni, akkor még Attila nem nagy király, vigyázzat. Tehát ez még az apának az uralkodása, illetve a nagybácsinak, mert ezek így követték egymást. Tehát ez egy fiatalkori elhivatás élmény. De minden esetre nagyon lényeges, Baalbeket ezt tünteti ki Csontváry számára, ezért keresi meg, csak hát nem találja meg azonnal. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a elhivatás élmény, ez nem előtte értene, különben egyből ment volna Baalbekbe, hanem később érte, csak ő itt nem rangsorolja, vagy nem sorolja be, hogy 1909-ben értem el, tehát 6-ban érte ugye Baalbekbe, és akkor mit tudom én, 7-ben, vagy 8-ban, vagy 9-ben kapta ezt az élményt. Mert előbb vezetődik el Baalbekbe, ezt most nem részletezni, ezt majd ott hadd mondjam el, mert tényleg elfáradtatását látni lehet. Most rengeteg olyan dolog volt, ami hát nem éppen szokványos. Tehát ezt meg kell emészteni. Úgyhogy most mennyi az idő, most nálam 6:45 van. Tehát én folytathatom, de már előre figyelmeztetem társadalmat, össze fogja keverni a dolgokat. Tehát nem jó ilyenkor bekeverni. Annyit, mert azzal tartozom,
hogy a másik vonal, most a tátos vonalon egy darabig eljutottunk, tovább nem is feltétlenül fontos. Tehát lehet, hogy érezzük most, mert egyenesen Baalbekbe vezet ez a vonal. Hiszen ugyanilyen elhivatás élmény hangsúlyozottan azonos szavakkal, ez Attilának a tátosi szerepét hangsúlyozza, és ez meg egyenesen Baalbeket jelöli ki a helyszínnek. Ezeket majd azért föl fogom olvasni, mert fontos, hogy az eredeti fogalmazást is halljuk. A másik viszont a manikeizmus vonala. Tehát a cédrusokat sohasem értenénk meg, hogyha a manikeizmusnak a fogalomrendszerével nem vagyunk tisztában. Na most ezért kellett a hosszú bevezető. Tehát az az egész kérdéskör, hogy tulajdonképpen kit akar legyőzni, amikor keresztes hadjáratot hirdet? Kit akar legyőzni Róma? Nem a kereszténység, Róma. Mindenkit, aki másképp gondolkodik. És ebben a tekintetben teljesen mindegy számára, hogy az iszlám vagy keresztény, ha az nem judeokeresztény. És ezt pontosan tudjuk, tehát ez nem beleolvasása a történelembe. Ha valaki utána akar nézni, egy enciklopédiában címszó ugye a manikeizmus. Na most, ha elolvassuk a rá vonatkozó részt, de lehetőleg nem magyar nyelvűt keressünk, mert az erősen elfogult, tehát az már csak magyar nyelvűnek nevezhető, magyarnak semmiképpen. De német nyelvűben még van olyan, amelyikben egész egyszerűen leírja, hogy a római egyház, ha valaki nem judeokrisztián volt, tehát nem a zsidóságon keresztül lett keresztény, ugyanazzal a pagánus, vagy etnikus, vagy gentilis jelzővel látta, ugyanazzal, minthogyha iszlámvallású lenne, vagy soha nem találkozott volna a kereszténységgel. Tehát nem ott volt a határ, ahol ma tanítják nekünk, hogy valaki megkeresztelkedett vagy nem, hanem miből lettél keresztény. És ha nem zsidóból lettél keresztény, akkor te ugyanolyan pogány vagy. Tehát végig úgy tanítják nekünk mai napig, hogy a honfoglaló magyarság pogány volt. Jól lehet a honfoglaló síroknak, hitelesen föltárt honfogláskori síroknak meghatározó melléklete a mellkereszt. Teljesen egyértelműen nem voltak keresztény ellenesek, vagy akik nem ismerik a kereszténységet, ilyen értelme pogányok. De a római szóhasználat szerint viszont pagánus. Miért? Mert nem zsidóból lett keresztény. Tehát mert ők egy másik ágához tartoztak a kereszténységnek. És itt megint csúsztatások sorozata. Mert jó, jó, akkor ezt elismerjük, de akkor ti a bizánci kereszténységhez tartoztok. Na de ez ugyanolyan judeokrisztián. Nem tudom, érthető-e. És ma már széltébe terjesztik, hogy a magyarság jó, rendben van, akkor nem Róma, de akkor bizánci. Hát nem. A bizánci ugyanolyan judeokrisztián. Teljesen más szinten vannak a különbségek. Hát létezik egy olyan, amelyeknek a gyökerei, tehát a kereszténységemből, aminek a gyökerei nem az ószövetségi zsidósághoz vezetnek. És ebben fogant az egyetemes megváltó képzet. Mert azt mi sehogy nem tudjuk levezetni az ószövetségből. Semmilyen rabulisztikával, semmilyen szócsavarással. De megvan a szkíta kereszténységben. Tehát megvan képjel formában is a szkítáknál, és megvan szövegszerűen is a szkítáknál. Tehát azt jelenti, hogy az az ága, az úgynevezett szkíta kereszténység, az az ága, ami aztán a manikeizmusban egy ilyen mellékágon fontatódik. És ezt tekinti Róma mai napig a hereziárkának ugye mánit, tehát a eretnekek fő-fő eretnekének, és magát az összes mellékágat manikeist eretnekség címen foglalta össze. Tehát tessék megfogóckodni, Husz Jánost, ugye 1416-ban, ugye 14 és 18 között volt a konstanci zsinat. És még arra manikeista eretnekség vádjával hívják meg, ebben találják vétesnek, és mint manikeista eretneket égetik el. És még ez Luthernek az egyik párthívét, még manikeizmus vádja alapján állították bíróság elé, de őt már ezért nem tudták elítélni. Tehát onnantól kezdve a manikeizmust már nem használják, mert onnantól kezdve van a reformáció, illetve annak különböző válfaj. De például egy unitárist mai napig ariánusnak neveznek. Mert az egy másik eretnekség vonalnak a folytatója. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy bizonyos fogalmi tisztázásokat
hajtsunk már végre, mert ezek tényleg nagyon fontos dolgok. Tehát ugyanabban az enciklopédiában megtaláljuk, hogy a pagánus, aminek névváltozatai az etnikus, illetve a gentilis, tehát az etnikus az azt jelenti, hogy a népekhez tartozó. Tehát bizonyos népiséggel rendelkező, a másik pedig ennek a tükörfordítása a gentilis. Ezeket pogány értelemben használják. Tehát így használja a Pál apostol is, mikor pogányokról beszél, ő az etnikus kifejezést használja, de vagy így a latin szövegekben a gentiliszt. Na most ez, és ezt most egyenesbe idézem a lexikonból, illetve enciklopédiából, ez a goly kifejezésnek az egyenértékűje. Tehát ez az ószövetségi, vagy a későbbi, tehát már újszövetség korától használatos zsidó nyelvben ugyanazt jelenti. Na most ehhez meg azt kell tudni, hogy mit jelent a goly. Nép. Hát ha ezt most itt sorba adnám, biztos vagyok benne, hogy talán egy kivétel, aki tudja valódi jelentést, azt írná, hogy nem zsidó. De nem így van. Tehát Izrael alapító levelében szerepel az, hogy a kormánya és népe. És a nép kifejezés, tehát nincs rá más szavú, a goly kifejezéssel kell. Ugyanazt jelenti, mint a gentilis, vagy az etnikus. Néphez tartozó. Tehát nép. Jó, nem akarom a kifejezést. Még azt hiszik, hogy... Tehát tudnék egy nagyon lényeges dolog. Ennyit jelent. Semmi több jelentése nincs. Tehát tulajdonképpen amikor elítélnek engem azért, hogy goly vagyok, az azt jelenti, hogy ne legyen neked népiséged. Mi fáj nekik legjobban? Azt mondja, magyarnak van népiség. Egyébként ez jelent nemzetséget is, és jelent nemzetet is. Ha ezt én szervezeti egységnek tekintem. És pontosan ennek a megfelelője a gentis. Gentis szónak mi az alapja? Gens gentis. Tehát ez azt jelenti, hogy nép, vagy nemzet, vagy nemzetség. És mit jelent az etnosz? Pontosan ugyanezt. Ebből számít az etnikus, görögül etnikusnak latinosított forma. És ha én etnikai problémákról beszélek, én nem vallási problémáról beszélek. Tehát az a nép, egy bizonyos népcsoporthoz való tartozás. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilvánvaló azt tekinti ezt megbélyegzésnek, vagy elítélő hangsúlyal az ejti ki, akinek nincs saját népiség. Tehát aki ezt másnál se tudja megbocsátani. Na most itt elhangzott, hogy hát tudom én, Dura Európoszban egy ilyen hát konglomerátuma volt a népeknek. Én nem lennék erre ilyen büszke. Ez megint ugyanaz, mint a gulyáslevest meg a tejbegrízbe teszem a turmixgépbe. A nagyváros tipikus turmixgép. Mindent, ami jelentős faj tulajdonság, most Csontvárit idézve, az bizony összekever, és ezáltal egyik sem tud tiszta értékkel jelentkezni, hát az értékek szintjén. Tisztára leépülés. Tehát igazán leépülni csak nagyvárosban lehet. Ezek nagyon-nagyon sok példával igazolható tételek. Mindenesetre ennyit legalább tényleg tudni kell. Tehát az, hogy mit jelent a gentilis, mit jelent a pogányság, és itt nem lehet mellé beszélni. Pogány nem azt jelenti, mint amit nekünk róla tanítanak. És ez egy nagyon kemény kérdés, tehát ha a papunk ezért megutál bennünket, akkor tessék megmondani neki, hogy maga nyugodtan utálhat engem, én nem utálom magát. Akkor döntse el, melyikünk a keresztény. És minden esetre én csak a tényekhez tarthatom magam, a tényeket pedig maga is megismerhetje. Ahogy akkor megadom a pontos adatait. És ebben nem lehet megint csak vitatkozni. Ez teljesen nyilvánvaló, a mi őseink, akik Árpáddal bejöttek, és hát mi azért kicsit tovább tudjuk vezetni a családfánkat, azok nem pogányok voltak, csak Róma szóhasználata szerint. Egyébként keresztények voltak. Egy nagy testi hibájuk volt, nem judeokrisztiánok voltak. Ez ugyanis testileg egy többletet jelent, nem hiány, de csak a férfi. Tehát minden esetre ezeket nagyon kell tudni, de annyira, hogyha álmunkból fölébresztenek akkor is. Mert ezek tényleg alapvető tételek. És akkor most már kezdhetjük mérlegelni, mit jelentett mondjuk egy második Endre számára az, hogy ő neki magyar királyként ki kellett jönni ide, hitelesíteni kellett Jeruzsálem helyszínét. Ezzel tulajdonképpen az egész ószövetségi trendet, és
Hát ezzel bizony ő az iszlámot egyszer s mindenkorra a tárgyaló partnerek lehetőségi köréből.